Nemrég jött ki a szabályozás, hogy 2035-ben már csak tiszta elektromos autókat lehet üzembe helyezni. És azért ez a nagyon nagy váltást tesz itt az életünkben, mert ugye átléptük itt ide-haza is az 50 000 darabot az zöldrendszámosokból, és ebben fele Budapesten van, tehát látható az zöldrendszámosoknak a számoknak a növekedése. De azért az a 3,8 millió autó, ami Magyarországon van, versus 50 000 zöldrendszámos, azért nem nagy az arány. És 2035 egyrészt távol van, de másrészt nagyon közel. Tehát egy 13 évünk van arra, hogy itt egy ilyen elég komoly, szinte egy ilyen ipari forradalom szintű átalakulás végbe menjen. És akkor ennek egy nagyon érdekes szelete lesz most az, hogy hol töltjék ezeket az autókat. Talán az egész elektromos autózásnak a központi kérdése az, hogy honnan lesz áramunk. És amiket mi csinálunk az autóban, az ugye egyrészt nagyon jó, mert foglalkozunk villamosenergia termeléssel, napelemes, szél és vízi erőmű által, és látjuk, hogy ez van egy görbéje, és nyilván a napelem is nappal termel a legtöbbet, még véletlenül sem esik egybe az autók töltési görbéjével, ami mondjuk este 6-tól indul. Tehát olyan megoldásokat kell keresni, amik valahogy összehozzák azt a két, a rendelkezésre álló teljesítményt és a töltési kapacitást összehozzák valahogy a villamosenergia termeléssel. És bizony nagyon komolyan le kellett modelleznünk, hogy mit jelent az, hogy 64 autó töltődik. És mit jelent az, hogy 64 autó egyszerre töltődik, és mit jelent az, hogy 64 autós vagy lakos reggelre feltöltött autóval szeretne indulni munkába vagy bárhova. Annak olyan fogyasztók, amik nem állandóan fogyasztanak, tűzeseti fogyasztók például, akik tényleg csak akkor kapcsolnak bele, hogy az érzékelő jelez. Majd vannak a liftek, vagy vannak még egyéb, vagy a világítás a társasházak. És ezeket szép össze lehet hangolni az autótöltéssel. De majd erről, ha odaértünk meg is, majd fogok egy picit részletesebben is beszélni, mert belenézünk a házak az elosztó helyiségébe. Háznak az elosztó helyiségében, mondhatni ez a lelke annak, amit majd kint látni fogunk az autóknál. És a nagy dolgok itt történnek. Tehát amikor arról beszéltem, hogy mennyi villamos energia, vagy a kapacitásá rendelkezésre, az autó töltésére, annak a dinamikus szabályozását ez a rendszer végzi itt el. Van egy áramváltós mérőkiépítés, itt lehet látni. De van egy kis eszköz, amiben érkeznek igazából Ethernet kábelen keresztül érkeznek a jelek, hogy éppen melyik töltőn milyen autó áll, milyen töltöttségen van, illetve mennyit tud fölvenni. És a töltők ilyen lánc topológiában össze vannak fűzve, és ez a végállomás. Tehát mind a 64 töltőnek a kvázi adata összeadódik, és megérkezik ide, ő pedig megkérdezi a háztól, hogy tudok, hogy mennyit tud ebből biztosítani adott pillanatban. Az éjszaka közepétől szinte biztos, hogy beindul még a legnagyobb akkumulátoros autónak is a töltöttsége úgy, hogy azok reggelre fel fognak töltődni. Itt vagyunk a mélygarázsban, ahová a töltők telepítése kerültek, és látni fogjuk, hogy a lakók számára elképesztően egyszerű lesz használni ezeket a töltőket, mert mindenkinek ugye van egy dedikált, megvásárolt parklóhelye, és ott van mellettük a töltőberendezés. Amikor ugye mindenkinek van egy kártyája, és kvázi el tudja indítani a töltést ezzel a RFID kártyával, akkor nyilván ugye itt látható a mérő is, és leolvasható, hogy éppen mennyi fogyasztás van, illetve a hó végig le lehet olvasni, hogy mennyi fogyasztás volt az adott hónapban. De nagyon legalább ennyire fontos, hogy ezzel a kártyával ugye tilos, vagy hát úgy van beállítva a töltőberendezés, hogy még véletlenül se fogadja el. Tehát nem tudok ezzel játszani, hogy akkor már szomszédhozzuk már a kábelemet. És ez az azonosítási forma, azért ez is egyfajta megnyugvást ad a lakók részére, és jóval egyszerűsíti a töltők használatát. Tehát ez a lánctopológia, ez fizikailag így valósul meg, hogy a legszélső töltőből a következőbe és a következőbe, és ugye megyünk sorba, itt jól látszanak
a kábelcsatornák, hogy megyünk, összekötöttük az összes töltőt, és az egész a legvégén megy az elosztóhelyiségbe az adat a nap végén, és ő persze szabályozza, hogy mennyi áram kerüljön az autókba. Tehát az a kérdés, hogy mit fizetnek ők ezért, a kényelemért, hogy ez is nagyon fontos, és a fogyasztás a ház közös költségét növeli, és nem négyzetméter arányosan, vagy egyéb módon kerület meghatározása, hanem mindegyikhez hitelesített mérő van felszerelve. És ami nagyon fontos, hogy itt az volt a kérés, hogy látható legyen ez a mérő. Ez egy átlátható kis ajtajú kis doboz, de mindenki pontosan látja, hogy hány kilovattorát fogyasztott az autója adott hónapban, és pontosan ki tudja számolni, hogy neki mennyit kell fizetnie a kvázis közös költség keretében az autótöltés után. De ez ugye 37 forint jelenleg, és hogyha pedig kimennénk az utcára, és hasonló teljesítménye, vagy hasonló idővel szeretnénk tölteni, akkor bizony 130-135, tehát hasonló díjakon kell fizetni az autón töltéséért. Tehát a kényelem mellett azért a pénztárca is legalább egy annyira fontos érv, hogy amennyire én tudom, nem volt nehéz eladni ezt a 64 parkolóhelyet, ahol a töltők is kiépítésre kerültek. Sőt, mondhatni könnyebb volt eladni ezeket, mint azokat, ahol nincsen töltőberendezés. Tehát amit mi látunk, és azt gondoljuk, hogy 2025-től, így egy kicsit előre tekintve, ami, hogy ki fognak épülni, és nem csak társasházak, hanem irodaházak is, vagy akár családi házak, vagy akár vállalatok telephelyi, az az, hogy oké, autótöltés, energiamenedzsment, napelemes rendszer és energiatároló. Tehát ez a négy rendszer összekapcsolva fogja kihozni azt a decentralizált működést, ami egyrészt biztosítja a lakóknak, a bérlőknek, vagy akár ugye a dolgozóknak a lehetőséget, hogy töltsék az autóikat, és a hálózatnak is biztosítja azt, hogy igen, nem kell indokatlan nagy beruházásokat végrehajtani, nem kell nagy fejlesztéseket tenni, hanem kvázi mindenki kigazdálkodja magának a villamos energiát, ami a fogyasztásához szükséges.